Én azt nem szeretném elmondani. Dolgozik, az alpolgármester úr pedig ezt az egész nem csak Duna stratégiát, hanem az egész lányfói stratégiát egyeztetni kell. Ez egy minimum egy éves munka, és utána ugye a falu elé kell tárni, hogy ezzel szentesítse a falu ezt a stratégiát, és akkor már mindenki másképp fog dolgozni. Másképp fognak beszélni a képviselők 5 év múlva, és másképp fognak beszélni a polgármester 5 év múlva, hiszen a stratégia megvalósításának a módjára fogunk majd beszélni. Ez én úgy gondolom, hogy az a feladata, hogy a meglévő kifizetett pályázati anyagokat görbül állapotba hozza, tehát abban a pillanatban, amikor az állam kiír egy pályázatot, akkor le lehessen emelni egyből a polcról, hogy be lehessen tenni. A pénzügyi bizottságnak is az a feladata, hogy lehetőleg egy... Bocsánatot kérek, hogy a pénzügyi bizottság az a feladata, hogy ebben egy olyan alapot hozzon létre, amiből a pályázat rész van. Bocsánatot kérek, hogy tovább tudtál. Köszönöm. Köszönjük szépen. Elnézést kérek közben, az elején már szóval elfelejtettem mondani, hogy mindenki, ha csak lehet, telefont kapjuk ki, úgyhogy ezt a esetén nem tette meg, azt tegye meg, én is mindig elfelejtettem, nincs ez semmi probléma, mint hogy szól is elfelejtettem. Köszönöm szépen, és akkor megkérem Laszman János, hogy most állt, hogy egy kicsit elvettem a szót. Laszman János vagyok, hát azt hiszem, hogy ez elismert. Különösebben meg kell bemutatkozni, a körbenézek mindenki kívül, hogy talán egy is volt, végeztem a munkámat eddig lényegében, legnehezebb helyzetben. Kivéve a Monikát, mert én ugye barács alkotóban voltam, amelyet leírtam, ez az alunak a rövid távú programja, ez egy 4-5 évre, ez biztos, hogy kitölteni a testületek munkáját. Én vagyok talán, de nem biztos, az, aki ugye a testületben a pénzügyi dolgokat vitte, és én azért a helyre közel a realitásokban is tisztában vagyok, tehát egészen biztos, hogy ez a program megvalósítható, de ugye kicsi lépésekkel. Meg fogjuk látni, hogy ugye most pályázatunk, amit ugye beadtunk közel 1 milliárd forintot, ez hogy fog realizálódni, és hogyha ebből realizálódik a pont, akkor valószínű, hogy ebben a 5 évben, mint hát 2020-ig, az már a következő ciklus, tehát sárgyúli, a falunak lesz komolyabb fejlesztése is. Én azt kérem a jövendő képviselőtársaimtól is, hogyha én bekerülök, akkor mindenki ugye álljon elém, és próbáljuk együtt dolgozni, hogy a eljelkező jogos kritikának tartott előző testületi munka görbülékenyebben és hatékonyabb legyen. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen, János Leon. A rezsivarci egyében spórolt egy percet. És akkor át is adom a szót Marcsó Gézának. Köszönöm a szót. Estét kívánok mindenkinek! Én körülnéztem és láttam, hogy valóban azért vannak ismeretlenek, annak ellenére, hogy a mi családunk 100 éve él Lányfalun, 110 éve, és én pedig 1970. január óta itt dolgoztam akkor a tanácsnak hívott intézményben, 20 éve keresztül, amely időszakban a Védési Hatósági Munkán kívül végezte, akkor még a közlekedési vízügyi ágazat, az ingatlan föntartás, 56 lakásunk volt, meg az intézmények, mint hozzám tartozott. 20 éve keresztül csináltak, beszorultak a rendeletek, és ez a feladat tömeg, ez megoszlott. 90-ben mentem Szentendrére, ott 12 évet dolgoztam a műszaki irodán, egy ideig az iroda vezetőjeként, majd onnan kerültem nyugdíjba. Utána még 4 évig Visegrádon elvállaltam a városnak a műszaki ügyeinek, az illetve az építéshatósági ügyeinek az intézését, és akkor lettem Leányfalu képviselő. Első 4 évben a Településfejlesztési Bizottságot vezettem, és most már 8 éve vagyok alpolgármester. A falut nagyon jól ismerem. Rengeteg útkisajátítást kellett végrehajtani a 70-es években, nem volt túl népszerű,
Tehát akkor alakult ki Rányfalut hálózatának nagy része. Tulajdonképpen én azért nem soroltam fel mindenféle célokat, mert írtam a bemutatkozásban is, az újságban, hogy ezt megteszik mások, mint ahogy meg is tették, és csak egyet tudok érteni, mert mind remek célokat tűzött ki maga elé. Nekünk az a dolgunk képviselőknek, hogy itt a megvalósítást valahogy elérjük, és hogy ugye mindenki felsorol sok jó célt, de hát végül is a megvalósítás az nem csak rajta múlik. Tehát itt az ígéret az, ugye ezt mindenki tudja, az két oldalú legalább. Hát köszönöm szépen, én ezért is csak azt kérem önöktől, hogy talán ez a 44 év, amit az állami igazgatásban töltöttem, és hatósági emberként, választott emberként, ez fölhatalmaz arra, hogy indulja a képviselőként, és segítsen munkámmal a továbbiakban is a falu épülését. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Szigorúnak elment a 3 percek, és következik Horváth Mónika. Szeretettel köszöntök mindenkit, Horváth Mónika vagyok. 1973-ban születtem Budapesten, mert 14 éve élek el Várkonyon, és jóval legyünk ott ezt a minden. Nem volt könnyű ez az idő, ezt elárulom mindenkinek. Voltam Rányfal, eredmény szakmának tekintve vendéglátó, itt is a középiskolát végeztem, mert egy marketing és reklámmenedzser végzettségem van. Legtöbb tapasztalatom az a vendéglátás területéről van, de dolgoztam szociális területeken is, és vállalkozóként is lehetem, egy használható üzletet működtettem 3 éven keresztül. 15-20 éve nézem zöld szemmel a világ gazdasági, társadalmi és környezeti eseményeit és összefüggéseit, és teljesen kitisztult a szememben, mert tiszteletem azt, hogy a világ összes problémája a zöld megoldások léteznek, és hát gyakorlatilag ezért kerültem kapcsolatba lehet más a politikával, akik azt a megtisztelő feladatot bíztak el, hogy láttam, hogy induljak a színeimben polgármester és képviselőjelöltként. Ami a zöld gondolatot illeti, az a 21. században már nem arról szól, hogy szelektíven úgy gyűjtjük a hulladékot és végában mentünk, hanem ez egy kicsit sokkal összetettebb és komplettebb dolog. És itt leszűkítve Lányfalura ezt a történetet, ez arról szól leginkább, hogy helyben, tehát a helyi vállalkozások, a munka, a működés az mennyire fontos. Tehát gyakorlatilag az önpolitikának a lényeg a helyben történő tettek, cselekedetek, illetve a működés berejlik az a megoldás ezekre a dolgokra. Ezt részletesebben most nem szeretném kifejteni, mert most csak bemutatkozásról van szó, úgyhogy tovább is adnám a lehetőséget Farkas Zsuzsának, aki itt van mellettem is. Köszönöm szépen! Én is köszönöm! Köszönöm szépen a fölött! Köszönöm engem, hogy kell kóperálni a fölött! Vannak különbségek! Vannak! Szeretettel köszönöm mindenkit, én Farkas Zsuzsa vagyok, 95 óta élő Lányfalun, helyben dolgozó építész vállalkozó vagyok, és azt hiszem, hogy 2006 óta egészen a mostani pillanatig egész komolyan benne voltam a helyi közéletben. Ez onnan is datálódik, hogy 2006-tól vagyok a Lányfalun Bicikleteknek az elnöke. Én nagyon örülök ennek a, illetve nagyon örültem ennek a megbízatásnak, amikor erre fölkértek, és megválasztottak a helyi civil szervezetek 90%-nak tagja ennek a társaságnak, és ennek a vezetői, illetve tagjai megválasztottak, nagyon örültem ennek is. Illetve az egyik legfontosabb feladatomnak azt tartom, hogy helyi civil szervezeteket mozgásban tartsuk, védjük az érdekeit. Azt hiszem, hogy elég harcosan sikerült ez alatt a 8 év alatt ezt még így csinálni. Ez,
2016 óta az EVASZ megelőző ciklusban is, és most is tagja voltam külsősként a település önkormányzatának kulturális, illetve azt megelőzően, hú, ez egy hosszú kulturális szívű sport és szabadidő, és góma fölkarolt mindent, fölölelt mindent ez a bizottság, amit én szeretnék is, hogyha ha ez ismét így maradna, és tehát akkor talán úgy alakulna a dolog, hogy nem felejtelünk el ebből semmit. Tehát nagyon fontos lenne, hogy ennek megfelelően, hogy minél többet foglalkozunk a fiatalok helyben maradásával, helyben tartásával, próbáljuk meg megoldani azt, hogy itt tudjanak szórakozni, ezt hál' Istennek nem kis munkával és nem kis arccal, de sikerült megvalósítanunk, így és össze tudtuk kapcsolni egy intenzív drogprevenciós tevékenységgel, hogy a helyben élő fiataloknak meg tudjuk azt a lehetőséget biztosítani, hogy ez joguk van, hogy biztonságosan szórakoztassanak. Ami nagyon fontos még szakmámról adódóan, én vállalkozó építész vagyok, tervező szakmérnök, ebből is élek. Hál' Isten, egy lányfalunk megvalósult 30 házad az alatt, nem is egészen 20 év alatt. Amire szinte egyenként mindenkire büszke vagyok, remélem, hogy a tulajdonosai is büszkék rá. És szeretném, ennek megfelelően szeretném, hogyha építészként is tudnék dolgozni a település önkormányzatában, és nagyon szeretném, ha lenne egy ismét településfejlesztési bizottság. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! És most kérem, Baláné kérem, hogy vegye át a szót. Jó estét kívánok, mindenkit szeretettel köszöntök. Baláné Rákéva vagyok. Több születésem óta Leánfalun élek. Hát én már 12 évig voltam Leánfalú képviselője, a Szociális Egészségügyi és Némi Jóléti Bizottság elnöke voltam 12 éven keresztül. Az elmúlt ciklusban sajnos nem sikerült bejutnom, amit nagyon sajnáltam, hogy nem dolgozhatom, mint képviselő, de lehetőséget kaptam a testülettől, hogy mint külsős tag részt vehettem a munkában, úgyhogy nem szakadtam el a képviselőség, vagyis hát a munkától. Továbbra is szeretném ezt a munkát folytatni, szociális téren szeretném a munkámat végezni, akkor a közbiztonság terén, meg természetesen, amiket a többi képviselőtársaim felsoroltak, én is mindenben az előrejutást és az emberek jó boldoglását szerető lányfalut, végzett lányfalut és tisztább lányfalut szeretnék. És köszönöm, kérem szépen, hogy támogassanak, hogyha kicsit is megvannak elérve. Köszönöm szépen. Nagyon szépen köszönjük. Akkor kérem, hogy József nélkülik volt, hogy legyen át ő is a szóval. Köszönöm, jó estét kívánok, szeretettel köszöntök mindenkit, Ott Józsefné vagyok. Közel 30 éve lakom Leányfalun. Van két felnőtt gyermekünk, és első gyermekem, igazán amikor óvodába került, akkor kerültem közelebb a közélethez. Ami az én szívügyem, az a gyermekeink, és az oktatásuk, a kultúra területe. Én ezen a területen munkálkodtam, azelőtt is, mielőtt én képviselő lettem, és azután is ezeket a területeket próbáltam meg erősíteni, és minél több eredményt elérni, hogy a gyerekek olyan 21. századi körülmények között tudjanak Leányfalun is tanulni, ami már nem csoda. Én amikor ide kerültem, Leányfalunak nem volt tornaterme. A 21. században ez már nagyon fontos, hogy a gyerekek olyan körülmények között tudjanak például mozogni is, ami nálunk nem volt. És mint az iskolaügyért alapítvány egyik alapító tagja, nekünk is nagyon sok munkánk volt abban, hogy megvalósult, és van most már egy tornacsarnok az iskolának. Továbbra is ezen a területen próbálnék segíteni a falu lakosságának. Nagyon-nagyon fontosnak tartom, ahogy az előttem szóló civil életben mozgó képviselő jelölt társaim is, a civilek összefogását és a civilek erejét is.
Nagyon sok teendő van még Lányfalun, joggal kaptunk és kapunk nagyon sok kritikát. Nagyon fontosnak tartanám azt is, amit például Pereházi Pál mondott, hogy az adandó pályázatokra már felkészülten kell, startra készen kell állnunk, mert ahogyan a pályázatokat kiírják, le kell vennünk valóban a polcról a pályázati anyagokat, és teljesen minimális javítással be tudjuk adni, és sokkal nagyobb esélyünk van, hogy ezzel financiálisan sokkal több finanszírozást kaphassunk ugye a pályázatok által is. Megköszönöm a figyelmüket, és hogyha meg vannak elégedve a munkámmal, akkor kérem én is önöket, hogy szavazzanak rá. Köszönöm szépen! Szeretettel köszöntök mindenkit, én Bíró György vagyok, és az az igazság, hogy én úgy látom, hogy fekete bárány leszek, és nem csak azért, mert feketében vagyok, hanem én nem bemutatkozni szeretnék, hisz szóralkomban mindenki meg tudja, el tudja olvasni. Inkább én szeretnék egy pár gondolatot elmondani az eddig 4 éves munkáról. A polgármester úr ezt egy újságban összefoglalta, és én ezekre szeretnék reagálni. Például így kezdik, különleges arcsulat újra építettük a Berlin kutat. Sajnos a Berlin kutat nem az a kormányzat építette rá, de ez egy téves, sőt a CBA sem. Menjünk tovább, hogy vajon mi ez a különleges arcsulat. Én itt van a parkoló. Én úgy érzem, ez elég furcsa, hogy gaz van benne. De ha tovább megyünk, itt a Porszerűsbertük, az Árpádházi Szent Erzsébet parkolót, aki a polgármester úr, hát íme, sikerült nagyszerű gaz csinálni. A romok sajnos így nézett ki, hogy újra romok. Romkert újra romkertet. Keményen pedig ezt a helyben lehetne tartani, úgy érzem, nem is meg pénzem. Folyamatosan megújítottuk a buszvárókat, hat már elkészült, mondja a polgármester úr. Szép, de reggel 6 órakor szélben, esőben úgy érzem, hogy alkalmatlan arra, hogy ellássa a feladatát. Kicsit ugye hallani kell, gyorsan kell beszélni, de ugye nézzük, hogy mit intézett még az eddigi képviselő testület, megkezdtük a hiányzó 21 táblán felmérését, részben elvégeztük a pontásokat, részben ez kemény 4 év alatt sikerült. Felmértük közfeletünk növényzeti állapotát, újra léptetési terveket csináltunk, megint csak ugye ez 4 év alatt. Hamarosan elkezdjük a csatorna hálózat bővítését. Majd. És ez ugye abban szerepel, hogy mit végzett el az eddigi képviselő testület. Felújítottuk a 11-es utat 2 részben, itt is akárhogy is nézzük, ez a minőség, amit megtörtént, az szörnyű. Folyamatosan vittek fel az árvízvédelmi károkat, megint csak azt tudom mondani, állami támogatással sikerült, nem igazán nagy eredmény volt. A Dunaparti játszótéren hamarosan, ugye megint csak az van, hogy hamarosan ivóút épül. Aztán megint tovább átadták az akadálymentesített szerpentin utat az óvodába. Úgy látom ez a 3 lépcső, azért ez nem akadály. De ha megnézzük magát a szerpentin utat, az is ilyen állapotot mutat. Ha esik az eső, folyik a víz, ez mind-mind ráfolyik az útra, ráfolyik a kő, nem lehet közlekedni rajta. Menjünk tovább. Ha a polgármester úr keresi a lehetőséget, szintén ő mondja, keresi a lehetőséget, és 2006 elején visszaigényelte az önkormányzat az államtól kulturális térre a Szorbinál. Azóta már nem sokkal később született egy eladási határozat, és még a mai napig is próbálják eladni ezt a villát. Én 2 alkalommal, 2013-ban és 2014-ben felajánlottam a polgármester úrnak. Felajánlottam a polgármester úrnak, hogy itt a Magyar Technikai Múzeum tudna csinálni egy kiállítást, elutasított a polgármester úr. Sajnos, hogy segítsd az ember. Nem politizálni jöttem ide, nem is azt szeretném önökkel tudatni. Nagyon sok mindent elmondtak, sőt, szinte kimerítették teljesen a hatásaim a
képviseli a program minden egyes pontját. Én csak annyit szeretnék hozzátenni, hogyha megengedik. Tegnap este volt egy nagyon aranyos sztori. Pávi Sándor Csarafintamot megfogalmazta, hogy nyíltsak a polgármester, illetve a képviselő testület hiányosságait, a hibát, a sokaságát sorolta föl lányban évben. Voltak ennek állalódjaink szerintem. Előre dimenzionálható volt, megszívta a rossz csont, mondta ő, de csinál csak tovább a dolgot, minden rendben lesz, veled vagyunk, szavazunk rá, majd vastagon megtapsoltuk őt. Hát ez egy nagyon érdekes szituáció volt, azt hiszem mindenki nagyon érvezte, én nem. A következőt szeretném már mondani, mivel a programok felettek sorban nekem is itt van a programom, illetve amelyet támogatták, tehát már a támogatáson mentén szeretnék tevékenykedni. A kormányunk kezdeményezéssel nagyon reklámozott 2,5%-os kis és középvállalkozói hitel. Két évnél idősebb, pozitív mérleggel rendelkező 50 millió forint feletti forgalom felett vehető az igénybe. Na most, vajon miért kell nekünk támogatni akkor a kis és középvállalkozókat az önkormányzat részéről? Ez azért, hiszen ezek a kényszervállalkozók és kisvállalkozók valójában semmilyen lehetőséget nem kapnak. Az önkormányzatnak úgy a kötelesség ezt minden elejével találékonysággal támogatni. Őket azért, hogy a turizmus elősegítő munkahelyek születhessenek, ez az iparüzési adó újravonulásával, meglevő ingatlanok hasznosításával és azokra történő vállalkozások telepítésével érhető el. Kérem szépen, Leányfalu kultúra és zenei napok megszervezése bombai üzlet lenne az én véleményem szerint. Közös akarattal megvalósíthatjuk ezt, helyi és meghívott művészek segítők támogató részvételével. Leányfalu a zenei alkotóházként, akár tanodaként, parkja később, koncertek és rendezvények helyszíneként lenne hasznosítható a szögökút felújításával, pihenőhelyenek is csodálatos lenne. Ami neki nagyon fontos, amit nem tettünk meg az elmúlt időszakban, bocsánat, az 3 perc, ez nagyon sürgő mindenki. Nem jött létre a szoros társadalmi lakossági összefogás, melynek erejével, melynek tudásának és tenni akarásának erejével ösztönözhetünk volna a lakosságot. Hát ez sem jött létre. Úgyhogy én azt szeretném, hogyha a következő időszakban egy olyan testület kelne életre, illetve rendkor megújulását olyan testületre hajthatná végre, aki teljes erővel és akarattal, hittel, becsülettel, nem van kétségbe az előző testület becsületeséget, bocsánat, polgármester úr. Ezt a tevékenységet így folytatnánk. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Köszönjük szépen, és következik dr. Tóth Béla. Nagy tisztelettel köszöntök mindenkit, aki megjelent, hogy megtisztelt bennünket a figyelmével, és igyekszik minél több információt közvetíteni ahhoz, hogy a jövő hétvégi választáson megfelelőképpen tudjon dönteni. Sok mindent leírtam a bemutatkozóimban, és itt csak néhány olyan dologra térnék ki, amit rendkívül fontosnak tartanék abban, hogy a önkormány, illetve a falu az minél gyorsabban, minél hatékonyabban fejlődjön. Az egyik, hogy felhívnám a figyelmet arra, hogy a lemaradásának, a falu lemaradásának az egyik oka az az, hogy a ingatlanoknak több mint a fele üdvözlő ingatlan. Az államtól nem kapunk csak a lakosság megfelelő mértékben különböző leosztásokat. Ahhoz, hogy ugyanolyan mértékben legyünk finanszírozottak, mint azok a települések, ahol minden egyes ingatlanban laknak, ahhoz el kellene érnünk egy olyan bevétel mennyiséget, ami az ilyen általánosan szokásos településeknél egy-egy főre, illetve egy-egy ingatlanra megvalósul. Tehát mindaddig nem lehetünk nyugodtak, amíg egy ilyen bevételi szintet nem érhetünk el. Azt, hogy ezt milyen technikával valósítjuk meg, ezt remélem, hogy közösen a képviselőtestületben ki fogjuk tudni dolgozni. Fontosnak tartom a faluvezetésben a tudásnak a minél magasabb szintű érvényesítését. Ezt úgy értem, hogy Leányfalun rendkívül sok, rendkívüli képességű ember él.
a kertvésztől kezdve egészen az akadémikusig. Ugyanakkor szinte kivétel nélkül bárki nagyon szívesen részt vesz a közösségnek a munkájában. Példa erre nagyon jó példa az árvízi összeforrás. Azonban ezt kellő alázat nélkül nem lehet működtetni. Ahhoz, hogy ugye működőképes legyen, a másik feltétel az, hogy egy olyan információs rendszer legyen, amelyik gondoskodik arról, hogy a lehető legkisebb megterheléssel tudjuk igénybe venni a segítőket. A szociális ügyek intézése. Ott is tulajdonképpen egy kellő adatbázis kell, és olyan feltétlenül többszemélyes döntésű bizottság, kell ezt a munkát szervezni, aki fel tudja deríteni a faluban azokat az igényeket, akik, és az olyan embereket is, akik nem akarnak elmenni a polgármesteri hivatalba segélyeket kérni. Köszönjük szépen! Bocsánat, de be kellett tartani benne. Akkor köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Adorján András következik. Jó estét kívánok mindenkinek, Adorján András vagyok. Itt születtem, itt nőttem föl. Végzettségemet tekintve a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen végeztem itt a tanári szakot, illetve az LTBTK-n történelmi és politikai elmélet szakot végeztem, és megfelelően tanárember voltam egészen sokáig. Itt a tanár és történelmi társadalmi ismeret tanár is voltam, és 10 év után, 17 év után abba hagytam. Azóta becsülöm a tanárokat igazán, hogy volt, mert találtam, hogy van más is, mint a tanítás. Úgyhogy azóta másfél éve egy hírügynökségnél dolgozom, Orientes hírügynökség közigazgatással foglalkozik, tehát azért már képviselő voltam, illetve a politikai elmélet szakos diplomám kapcsán kerültem oda, és ott most már másfél éve dolgozom, és az hát sokkal inkább pihentető, mint a tanítás, úgyhogy tudom is gratulálok a kitartott tanároknak. 2006 óta vagyok önkormányzati képviselő, kulturális bizottság elnöke voltam az előző ciklusban is, a mostani ciklusban is, és a kulturális bizottság vezetése mellett elég sok minden másról is foglalkoztunk. Szerencsére olyan segítőink voltak a képviselő között is, a hivatalban is, és egyéb civil stílában is, hogy ezt ne tudtuk mondani. Amit fontosnak tartanék a következő 4 évben, mint cégkitűzés, hogy konkrétumokról is beszéljünk, az internet. Nagyon-nagyon örültem annak, tegnap hallottam, és ma láttam is, hogy van egy internetes kapcsolatunk, amely arról szól, hogy élőben valóban meg lehet nézni, hogy mi történik itt bent, és ez nem csak most fog így működni, nagyon remélem, hanem a később években valamennyi testületülés, bizottságülés, és egyéb ilyen közösségi rendezvényeket is lehet akkor majd interneten keresztül élőben nézni, úgyhogy ezt kérem szépen a később években is valósítsuk meg. Ez nem a legfontosabb. Emellé, ahogy Béla is mondta, a civil kurázsi segítségügyi hívása, hát nem mi vagyunk az okosak, nem az előbb nagyon képviselőkkel okosak vagyunk, hanem ebből a társadalomból minket választottak, tehát nyilván nálam sokkal okosabb emberek is vannak, úgyhogy össze kell hívni rendszeresen a falu iránt érdeklődő, a falu szerető embereket, és az ő segítségükkel közösen kell jövőképet alkotnunk a falunak, rájuk is kell bízni a dolgok egy részét. Amit még fontosnak tartanék, az helytörténet. Ugye én mindig is ezt nagyon szerettem, és elkezdtünk egy munkát, ami egy picit az idegenforgalmat is segíthetné, egy helytörténeti tanulásvédi kialakítását a faluban, a fontosabb épületeknél, kulturális intézményeknél kis táblával egy ilyen sétaút kialakítása, amely amellett, hogy kulturálisan is gazdagítaná az embereket, mozgásra is segíthetne, tehát nyilvánvalóan ez is fontos lehet. Illetve fontosnak tartanám a mozgás kapcsán még, amit mindenképpen szeretnék, már régi tervünk volt, nem valósult meg, fiatalok számára szabadidőpark létesítése. Elég fontosabbat én nem is nagyon tudnék mondani az elmúlt földi 3 mellett, hiszen itt a sok fiatalok gördeszkáznának, kosaraznának. Itt elkezdtük csinálni még 6 évvel ezelőtt a pingpong egyesülettel, volt két szép kosártalánk, ezt a falugáz építésekből lebontották, azok esetett helyreállítva. Ezt most szeretném megcsinálni, szép letemozott gördeszkapálya is hasonló. És még sok más lesz, de ezt majd elmondom legközelebb. Köszönöm szépen. Szépen köszönjük adásnak. Bíró Antal. Kedves Csukolom a hölgyeknek és jó estét kívánok azoknak. Én igazából a bemutatkozás előtt egy kérdéssel fordulok önökhöz. Legyen szíves, tegye fel az a kezdés, aki 5 éven belül költözött ide Lányfalura. 1-2-3, velem együtt 4-en vagyunk. Én el szeretném fölhívni a figyelmet, és ezt igazából negatív értelemben érdem.
Megmondom őszintén, hogy elég nehéz volt összeszednem azt a 30 jelölést, amivel igazából el tudtam jutni idáig, hogy legalább esélyt kapjak arra, hogy bemutatkozzam a területnél. De megtettem, és köszönöm azoknak, akik ebbe támogattak. 1976-ban Debrecenben születtem, ott építés technikusi képesítést szereztem. Majd igazából elég hamar munkának álltam, szerettem volna magam kipróbálni az életben, és szakmai pályafutásomat az Izotermon Kft-nél kezdtem el, ahol jelen pillanatban, mint értékesítés és marketing igazgató dolgozom, mint már 15 éve. Lányfalóval kapcsolatban igazából abban szeretnénk segíteni, hogy mivel 20 éve dolgozom a versenyszférában, teljesen más szemlélettel rendelkezem, mint szerintem legtöbb ember. És szeretném népszerűsíteni a nagyközséget, nem csak a itt lakók számára, és azok számára, akik ugyanúgy nagyon keveset tudnak a nagyközségről, mint én, hanem az esetlegesen ide vándorló vállalkozók számára is, mert egy elég kemény kapitalista rendszerben élünk és működünk, és ettől nem kivétel Lányfalu, vagy községesen. És kemény költségvetési korláttal dolgozni a jelen helyzetben igen nehéz. Én úgy gondolom, hogy hozzá tudnék járulni ahhoz, hogy a normatív és pályázati pénzeken fölül egyéb bevételi források teljesen szert a község, mivel csak abból tudunk elvenni, amit beteszünk az asztalra, és abból tud fejlődni a nagy község is, amit igyekszik összeszedni, vagy pályázati úton, vagy a helyi adók formájában. Ha a kérdésében nem tudom, remélem olvasták a bemutatkozómat, én szívesen állok akár interneten keresztül is, vagy jelen pillanatban itt is a rendelkezésükre, és köszönöm szépen! Nagyon szépen köszönöm, és akkor átadom a szót Cséh Kovács Gabriellának. Köszönöm szépen, jó estét kívánok mindenkinek! Én immár harmadik ciklusban szeretnék Leányfalu képviselője lenni a Fidesz KDNP színeiben. Itt nem ismernek, pár szóban bemutatkozom. Építészmérnök vagyok, műemléktérdelmi szakmérnök. Az eddigi képviselői munkám során először a Településfejlesztési Bizottságot vezettem, aztán pedig Településfejlesztési Tanácsnokként dolgoztam. Emellett a bizottságoknak is tagja voltam, mind a pénzügyinek, mind pedig a kulturális bizottságnak. Tagja voltam a tervtanácsnak, és megpróbáltam segíteni a strandfelügyelő bizottságát is a munkámmal. Tulajdonképpen, amit terveztem, vagy a programomat magam is leírtam, tehát én erre nem térnék ki, inkább egy kicsit szélesebb körben gondolkodnék, és mindenki tudja, a településfejlesztéshez, akár csak a háborúhoz három dolog kell, pénz, pénz és pénz. Viszont általánosságban beszélve óriási lehetőségek nyílnak meg előttünk ebben a ciklusban, és nem csak Leányfalu előtt. Tekintettel arra, hogy új fejlesztési korszak kezdődik, talán tudják, hogy a kormány az Európai Unió 13-20 közötti szakaszában az operatív programokat előterjesztette, és várja, hogy elfogadja Brüsszel. És az a célja, hogy olyan önkormányzatok álljanak fel, a miénk is ezek között, amelyik képes együttműködni a kormány és a parlament által meghatározott fejlesztési koncepciókkal. Vitályos Eszter, akit nagyon sokan ismernek, munkatársa volt a hivatalnak, ma a miniszterelnökség európai fejlesztési ügyekért felelős államtitkára nyilatkozta azt, hogy az operatív programokat benyújtottuk, a Fidesz a költségvetésből az önerőt is fedezni fogja az önkormányzatok részére, hogy ne adósodjanak el úgy, mint az első két ciklusban, a Gyurcsány és a Bajnai alatt, és már többen céloztak erre a versenyképes Közép-Magyarország operatív programra. 4 projektünk van a kalapban, amiből valószínűleg 2 biztosan megnyer a falu. Az egyik az iskola bővítése a Klein-Villa helyrehozatalával, a másik pedig járdák építése.
Ennek meg az a következménye is lehet, hogy a járdákra szánt összegeket átcsoportosíthatjuk útépítéssel átfalunk, ami nagyon-nagyon fontos. Nem kívánok tovább szót csépelni, a Kópéról valaki kíváncsi rá, már leírtam az újságban, cikket írtam, szívesen válaszolok meg, az egy nagy projekt még az EU kívül, és nagyon köszönöm, hogyha bizalmat adnak nekem a harmadik ciklusban is. Nagyon szépen köszönöm. Nagyon szépen köszönöm a képviselőjelöltektől a bemutatkozást, és most a legizgalmasabb rész, most lehet majd kérdezni. Néhány technikai jellegű, már az elején említettem, de megint elmondom, hogy amennyire tudjuk, igyekezünk a kérdéseket is olyan egy percbe beleférjenek, hogy minél több elhangozhass és minél többen szólhassra. Ezt gondolom, mindenki majd mondja, hogy kitől szeretne kérdezni. És még annyi, hogy ugye a képviselők között vannak kettő, ugye Horváth Monika és Rosszmán János, akik polgármesterként is indultak, de ez most képviselői jelöltek bemutatkozására, mind a ketten tartottak polgármesterként önálló bemutatkozást, úgyhogy azt kérem, hogy mindenki képviselő jelöltségükkel kapcsolatban kérdezzen, és a képviselő problémákkal kapcsolatban, már csak azért is, mert ugye polgármesterként most így kérdezzenünk őket, azzal nyitsa a polgármesterzolással szembesen ennek korrekt, hiszen ő nem ül most itt tenni az asztalnál. És akkor várjuk a kérdéseket, izgatottan. Kérdezem valaki, hogy még volt ilyen? Mindjárt viszont egy mikrofonot, vagy Sanyi? 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 Jó estét kívánok! Szeretettel köszöntök mindenkit! Adonál Isten, jó vagyok, Lányforon Jóvalgazó polgármestere és pénzportpita. Amiért szól kértek, hogy fölcsillant a szemben a Csékkovács Gabriel, amikor azt mondta, hogy a műemlék védelemmel foglalkozó mérve, és az jutott eszembe, hogy 2002-ben, mikor leköszöntem, kéztelpek voltak a római őrtoronyra. Tehát csak be kellett volna nyújtani pályázatra, hogy eszébe jutott-e a római őrtorony azóta, mint műemlékvédelmes. Erre csillant fel a szemem rögtön, hogy ezt meg fogom kérdezni, hogy hogy. Még mindig olyan állapotban van a római őrtorony, mint ez előtt, tudom én, 10 éve. Úgyhogy köszönöm szépen, aztán lehet, hogy még mást is kérdezek, de most ez. Köszönöm szépen. Ha megengedik, nem állnék föl, és megpróbálok erre válaszolni, kicsit régebbre kell visszamenni. 1964-ben fogadták el az európai országok a Velencei Chartát. A Velencei Charta pedig, amelyet Magyarország a mai napig szigorúan ragaszkodik, nem engedi a műemlékek helyreállítását, kizárólag állagmegóvást engedélyez. Talán megfordult valami, tekintettel arra, hogy Diósdőfárát most építették újjá, és de azokat a vaskalapos, régen országos mérvédi felügyelőség, már az ötök tudja, hogy hívják őket, naponta változik ez, szakembereket is meg lehet győzni arról, hogy a műemlékeket életre kell kelteni. Nekem is szándékom van át, számos RIMESZ konferencián részt vettem, amely lényeg, hogy mi is része vagyunk a római RIMESZ-nek. Befogadták a mi őrtornyunkat, figyelemmel vannak rá, ez a nemzetközi pályázat és nemzetközi konferenciasorozat folytatódik, és a német példa pont a római őrtornyokat illetően előttük leveg. Többször nekiveselkedtem már, mindig visszapattantam a hivatalokról, de erről nem tettem le, nem tettünk le, és Lányfalu továbbra is ezt a műemléket, amely valóban nem is torony, hanem ez egy kiserő, ahogy már egy remek kiállítás, és Redő Ferenc csodálatos makettje is bizonyította és mutatta, megérdemli azt, hogy ebben a későbbiekben foglalkozzunk, tehát ez nincsen felejtve. Nagyon szépen köszönjük! Így annyit, hogy baleset veszélyes, és csak helyreállításról volt szó, nem... Bocsánat, akkor még csak annyit mondani, a növényzet az műemlékek egyik legnagyobb ellensége, de a római őrtoronyból kinyúló két fát sem engedte a műemlékfelügyelőség eltávolítani, pedig rombolja a mi műemlékünket. Tehát figyelemmel vagyunk rá a helyreállításra is, és a rekonstrukcióra is gondot viselünk. Köszönjük. Köszönjük szépen. Újabb kérdés? Sajnálom, hogy fogom is.
Üdvözlöm mindenkit, Belavics László vagyok. 6 éve lakom itt. Tavaszon már nem itt ment, állandó lakos lettem, és szeretném otthonomnak érezni ezt a falut. Ez egy nagy érdeklődésre végigolvastam mindenkinek a bemutatkozását. Egy kicsit döbbenten állok azelőtt, én laikus úgy gondolom, hogyha valaki képviselni akar egy községet, akkor először is jó lokálpatriótának kell lennie, az azt jelenti, hogy már tett valamit ezért a faluért. És nem a választások előtt egy hónappal vagy egy-két hónappal eszébe jut, hogy ő képviselő akar lenni. Tehát itt, amikor választunk, akkor úgy gondolom, hogy olyanokat kellene választani, akiben látjuk azt, hogy képes képviselni a falu érdekeit, megvan a személyes fellépése, karizmája, szakmaisága, tedd le valamit az asztalra, és tedd valamit ezért a közösségért. Mert ígéretet rengeteget lehet felhozni, az a legkevesebb, dirálni is nagyon könnyű fogást találni egy működő szervezeten, ha bár nagyon sok jogos észrevétel van. Az én észrevételem az, hogy ez egy adófal. Ha azt nézzük, hogy az ország kulturális, művész és egyéb potenciálja legjobban így sűrűsödött össze, ahhoz képest ez egy alvó falu, nem él a falu. Tehát amit én hiányolok az élete, egy-két helyen örömmel olvastam, különösen az aggójáról is emelte ezt ki, hogy alulról el kellene kezdeni valami civil mozgolódást is bevonni az itteni potenciálokat, és az a kérdésem, hogy mit ez szól mindenkinek, hogy mit akarnak tenni igazából, és azt válaszol, aki úgy gondolja, hogy erre illetékes, azért, hogy a szakembereket, az itt élő művészeket, a kapcsolatokat, a jó értelemben vett lobbizást megmozdítsák azért, hogy hétvégeken a nem is olyan pezsgő élet, mint Szentendrén van, de annak csak a tizedét elérjük, akkor nagyon jól fogjuk magunkat itt érezni. Köszönöm. Köszönöm. Hát akkor gondolom sorba János Tapöktől lehet a mikrofon. És akkor sorba ki akarod. Akkor én is őre maradtam. Köszönöm szépen. Nincs fogácsa, csak a polgármester. Nem lőtt, ja most jó, mikor a tényleg. Bocsánat, hogy megzavart után. Köszönjük szépen. Igen. A melegetés néha a klubban szakítja meg. Igen. Na, az előbb nem működött a fontos. Erre az előző kérdésre tulajdonképpen a válaszom a magam részéről, hogyha valaki elolvasta mindkét újságban megjelent képviselői bemutatkozást, az enyémnek egy ilyen kis mottószerű címe, vagy a hetedik magad légy. Ugye József Attilától lett kölcsönözve ez a sor, és ez nem más jelent, hogy tegnap a polgármester úr is hangsúlyozott, hogy az önkormányzat tulajdonképpen mi magunk vagyunk, mindenki. Az egy szerencse vagy szerencsétlenség, hogyha valaki ezek közül bekerül abba a hat főbe, hogy direktbe tudja a falu érdekeit képviselni, de igazából mindig és mindenkinek itt vár a lehetőség arra, hogy a félelmét kifejtse, illetve itt a kéne, hogy álljon. Eddig is nyilván voltak erre lehetőségek, ezeket szélesíteni kell, az természetes. Úgyhogy ezek szerintem teljesen jogos igénye, csak mindenkinek magának kell érezni a késztetést, hogy a faluért tenni is akarjon, nem csak a képviselőknek, hanem akik nem kerülnek a képviselőnek, vagy nincs erre ambíciójuk, hanem csak másképp akarják a falut segíteni. A alkófalukhoz azért szeretnék valamit hozzáfűzni, ez is egy teljesen jó és észrevétel, csak mikor szólj, vagy mikor fejezzem be, mert hát, tudom. Nem akarom benni, hogy te itt azért törekedjünk. Jó. Törekedjünk. Hogy... Sanyinak is kell szót venni majd. Igen. Az alkófalu, ezt már évtizedek óta mondjuk, hogy alkófaluvá vált lányfalu, hát sajnos a rendszerváltás után mi fordulatnak a következménye, amikor egyrészt a körülmények megváltoztak, másrészt ugye a falu kényszerhelyzetben volt, vagy a vezetése, tehát ezt a volt polgármester azt nem biztos meg tudnám mondani, olyan döntéseket hozott, ami sajnos ebbe az irányba tolta a települést, annak ellenére, hogy mindig olyan volt a településfejlesztési koncepció, hogy lányfalunak a kiemelt üdülői jellegét erősítse. A cél ez volt,
csak utána ehhez irányuló út az nagyon cikcakrosra sikerült, időnként visszafele is mentünk. Például a római örtörony, hogyha itt az előbb szóba került, a római örtöronnyal kapcsolatban, vagy hogy az irányból egy idegenforgalmi nevezetessége lehessen valaha, azért többet kellett volna tenni, például a benzinkutat nem feltétlenül ott kellett volna hagyni, hogy maradjon, ahol maradt. Másrészt egy hozzávezető, fölvezető alléc kellett volna teremteni, nem pedig eladni. Tehát vannak ilyen hibák az önkormányzat működésében is, de hogy alófalú lett itt a külső körülmények is szerepet játszottak, és akkor összeből egyelőre többet tudnék erről persze mondani. Köszönjük, akkor tovább, aki akart lefelé. Köszönöm a szót. Én arra vagyok a legbüszkébb, hogy amit csináltam 12 év alatt, az működik. Tehát működik a hajósú, működik a vadkocsejtőset, szerintem kiválóan, működik a civil egylet, szerintem kiválóan, és működik, ha a falu megkér minden gyertyaosztatás és minden kötélhúzás. A kötélhúzás ugye van problémánk, mert most már baleset veszélyesé vált, de az olyan attrakció volt, hogy én szerintem emelte a falu fényét, vagy hirdetjük, és jó, hogy itt van szinagával is, sokat veszekedtünk, meg vitatkoztunk, amikor a képviselő volt. Igen, te meg kikötötted a fához a kötelet, voltak ilyen problémák. Mint hogy a Pogácsáról csak annyit, hogy ezt tegnap teheted meg, ezért nincs ma. Jelen pillanatban a Gábor azt mondta a Grácsai gyertyaosztatás után, amikor a Vatkecse egyesetbe ment, hogy ő úgy gondolta, hogy ilyen szépet nem látott, és hasonló dolgokat kell csinálni. Én úgy gondolom, ha a Jóisten is megsegít, akkor én egy úszó Betlehemmel készülök karácsonykor, és úgy gondolom, hogy van olyasmi kéne kitalálni mindenkinek, ami úgy működik, és szép, és jó, és ehhez minden civil szervezet hozzá kell, hogy kapcsolódjon, és amit én azt mondtam, hogy a civilek azok mi vagyunk, és mi tudjuk azokat a dolgokat megcsinálni, és ha belegondoltok, hogy a bizottsági munka csak annyiban fog változni szerintem, hogy kevés a képviselő, egy bizottságban, minden bizottságban egyedül képviselőnek kell lenni, mint külsősnek. De én szerintem az megoldható, hogy az adott bizottságok szellemiségéhez kapcsolódva olyan embereket vegyünk be, természetesen szavazati jog nélkül, mert erre nem ad módot a törvény, hogy legalább meghallgassuk azt, hogy azok a bizonyos szakemberek bizonyos képviselők mit szeretnének, hogy mit akarnak. És én úgy gondolom, hogy amit létrehozunk, azt pedig mindenki söpörjön, mondja ki a saját házatáját. Megkérdeztem a németeket, hogy szerintem miben rossz a vízitelep, és azt mondták, hogy nem virágos. Tehát ha mindenki úgy áll hozzá, hogy a saját portáján megcsinálja azt a rendet, akkor kombinált, hogy az egész lányfalú egy virágos, szép, rendezett portákkal rendelkezik. Én úgy gondolom, hogy mindenki a saját maga dolgát tegye tisztában. És ha az egész falu segíti egymást, kölcsönös tisztelet alapján, akkor én szerintem meg lesz csak ez a falu speciális helyzetéből, te alófalunak nevezted, az a régi falusi dolog, vagy dizájn, ami régen megvoltak el az emberek. Tehát az emberek várták egymást a különböző vendéglátóipari egységében, mert valahogy jön, megjönnek az Ádám Csabé. Hát jó szóta másnak ismertem, úgyhogy. Ilyen kérdés. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, tehát a kérdés ugye arra vonatkozott csak, hogy a későjövő kedvéért, hogy ugye a képviselőknek ilyen elképzelésük van, hogy a falu ne csak alkoholóban jár, hanem legyen életélyek program. Ez valóban természetes, mert ami a 60-as években, amikor én gyermek voltam, akkor a falu lakosságban egy jóval kevesebb volt, és mindenki ismert mindenkit. Ma 3000 nyomozás lakosnál azért ez elképzelhetetlen, hogy egy olyan közösség legyen, és ha az ember végigmegy az utcán, azért igazán régen sok embert ismerte, bizony alig találkozik ismerőssel. Én a programomban szerepeltettem, én egy kicsit szkeptikus vagyok ebben az ügyben, de benne van, meg kell próbálni ezt elindítani. Én azt javasoltam, és azt fogom képviselni, mint képviselő is, vagy esetleg mint polgármester, hogy a faluházban legyenek ilyen programok, ifjúsági programok, jobban ifjúsági programok, és legyenek közé korosztálynak is programok, egy születi vállal, hogy nem lehet próbálkozni, pasanti vállal, meglátjuk.
Én azt gondolom, hogy ha erre van igény, akkor ebből lehet rendszert csinálni, és esetleg összekovácsolódik a forró. Ezt ki kell próbálni. Az utóbbi időben nekem ezzel kapcsolatban viszonylag rossz tapasztalataim vannak, a BIA-ig tényleg jó néhány ilyen programmal megpróbálkoztak, bizony elég ilyen volt a részvétel. Köszönöm. Vagy csak bízom, nem tudom, akkor ehhez hozzászólni. Köszönöm. Szóval ez az alapotthonú kérdés, ez nagyon régóta szerepel még szabályozási tervekben is, ugye, és ennek megfelelően szabályozták a falut, például az építési területek kijelölését is. Tudnék, az infrastruktúra nem nagyon bír el sokkal több lakót, mint amennyi van most. Látszik, hogy az iskolát rövidíteni kell, hogy az otthonát rövidíteni kell, hogy már két körorvosi vagy háziorvosi terület van a faluban, és ezt lehetne sorolni. Amellett a falunak a szerkezete is nem olyan, mint egy hagyományos falu, ahol ugye hát sok a sűrűbb a felépítés, nincsenek ekkora hézlapok a lakóházak között, 5 km hosszú a falu. Tehát ez egy szép, és hát mondhatnám, nosztalgiázunk, szép dolgok voltak, pláne fiatalabbak is voltunk sokkal, 30-40 évvel, de nem mindent lehet visszacsinálni. Most lehetséges, hogy a hajójárattal azért valami visszajön a régi lányfalúból, mert az hozzátartozott. De hogy egyéb rendezvények, a születi már. Szóval az, ami volt régen, aki még emlékszik rá, nagyon keveset tudok meg sem merem említeni, akik itt akkor már éltek. Ugye az egy vidám dolog volt valóban, és mulatságú. Az már nem lesz. Lesz valami más helyette, biztosan. Nem beszélve arról, hogy az emberek szórakozási igénye is azért változott sokat. Nem mondom, hogy magasabb szintű lett, de más lett. Tehát tévézik, stb. Nem mozdul ki. Vendéglők megszűntek, otthon fogyaszt. Szóval bizonyos mértékig ebben egyetértek, de óvatosan kell ezt hozzájönni, mert eredménytelenség az kudarcot jelent. Köszönöm szépen. Én most jöttem azért így. Monika, hogyha gondolod? Én ezt a kérdést külön menném, és külön válaszolnék rá. Az egyik az, hogy nincs élet, tehát nem igazán vannak közösségben mozdulások, illetve összejövetelek. Ennek az okát napon láttam az egyik vagyom is tanulóan rá lehetőség, tehát a gyerekek, az egész pici gyerekeknek ugye van egy játszóterünk, a kicsit nagyobbaknak már nem nagyon található faluban olyan helyszín, ahol a szabadidőket el tudnánk közösen tölteni, illetve a kicsit idősebb korok, kicsit idősebb, hát így mondjuk, akik már nem gyermekek, hanem felnőttek, de még fiatalok, nekik sem sok minden, nem sok lehetőség van a faluban, hogy akár csak legyenek valahol, vagy találkozzanak barátaikkal, összejelentenének. Ezt külön nem boncolnék, nem tovább. Az, hogy a alvófalú, lányfalú, hát igen, ez elég szomorú dolognak tartom, és ennek a főokat abban láttam, hogy igazán munka lehetőség és a munkahely lányfalú nincs. Tehát az, hogy mindenki, legalábbis a falu lakosságának nagy része arra kényszerül, hogy lányfalú kívül, sőt a Dunakanyaron kívül, bent a fővárosban dolgozzon, ez szerintem egy abszurd helyzet, ezen lehetne is kellene változtatni. Én, ha bekerülök a képviselőtestületben, például felvállalnám azt a feladatot, hogy van egy olyan forma, a szociális szövetkezet forma, amit hát elég kevesen is nem tudom ismernek, sőt, még könyvelőknek, akiknek átadnám anyagokat, hol ők se nem találkoztak még vele. Ez Angliában múlt vasárnap, aki itt volt előadom, hosszasan beszélt róla. Angliában például 2-8 évig kiválóan működik, és akkor nagyon működhetne általán is, hogyha lennének munkahelyen, kicsit több bevétel lenne a falunak, akkor lehetne több közösségi területet építkezni, tovább fejlődni, tehát
ezen óriási születlenségeket látok, amiket most itt nem tudok kifejezni részletesebben, mert igazság szerint az én képzelőerőm is felülmúlja, és nem csak az én képzelőerőm szükséges ahhoz, hogy megálljuk lányfelút jövő szemszögében, hanem képviselő testület többi tagjára és a lelkelőjekre is közösen. És hát jó lenne, ha sírúba lehetnek felépni Fábri Sándort például a formázba. Illetve stand-up comedy esteket is szívesen vennék, legalábbis élőben, nagyon örülnék neki. És hát akkor szoktam tenni stand-up comedy estek, bocsánat. Kérja. Első kézből tudom, és igaz volt. Akkor jobban meg kéne hirdetni meg hozzá, amíg nem jutott el a hír szeretném. Annyit szeretnék hozzátenni, egy kicsit vitatkoznék a Leavis Lacival. Én úgy gondolom, hogy egyrészt a 3800 fő az nem valós. Tehát attól, hogy 3800 fősnek hívjuk most Lányfalut, abból gyakorlatilag nem tudom, most biztos ki lehetne számolni, hogy hány nyaralóban vannak itt állandóan bejelentkezve emberek. De nem így élnek. Tehát ez valójában nem ennyi. Még egy dolgot szeretnék elmondani, azt sem meg kell, hogy védjem a Mundér becsületét, de azt hiszem, hogy nagyon-nagyon sokat tettünk itt Leányfalun a kultúráért, a közösségi életért. Ki kellene használni? Tehát az a legjobb, mikor olvassuk, halljuk azt, hogy ebben a faluban nincs semmi. Nem igaz. Van. Nagyon-nagyon sok minden van. Megváltoztak a kulturális, tehát a szórakozási szokások. A gyerekek, a fiatalok, a buli este 10 órakor kezdődik, és hajnali 4-5-ig tart. Ehhez kell alkalmazkodni. Egészen másról beszélünk. Tehát itt én ezt már végig hallgattam akkor, amikor a fiataloknak meg kellett menteni a buliát, hogy itt már 5 órai teállal kezdtük a történetet, és haladtunk, fél óránként haladtunk egy órát, majd a végén nem jutottuk este 10-kor való kezdéshez. Én azt gondolom, hogy van a falunázban is van program, van a kulturális események. Én azt hiszem, hogy képzőművészet terén nagyon-nagyon kevés település lehetünk fel a verseny Lányfaluval. Tehát amit itt a Dalmavár Galéria produkál és viszi a hírét a falunak, az tényleg zseniális. És én azt gondolom, hogy érdeklődni kell. El lehetne jönni például egy foci meccsre, nem érdekli az embereket. Valahol ezekre kell menni. Hogyha valakit érdekel, hogy mi történik a faluban, akkor utána kell menni. Tehát nem feltétlen az van, hogy hazamegyek, lefekszek, és hát ebben a faluban nem történik semmi. Ez nem így van. Tehát utána kell menni, internet van, lehet, hogy másak az eljutások, hogy hogyan jutnak el a programok, hogy egyes emberekhez. Ez biztos, hogy megváltozott. Más ennek a fölgyorsult a dolog, sokkal kevesebbet tudnak az emberek pihenni. Nem az van, hogy megteheti azt, hogy hétvégén, vagy éppen a esti órákban, vagy a későn is ne dolgozzon, ne törjön azért, hogy egyáltalán meg tudja élni. Szerintem körül kell nézni. Tehát ott kellene kezdeni, hogy alaposan körülnézni, és hogyha minden programra, tehát minden kiállításon gyakorlatilag szerintem simán jelenét hívet lehetne csinálni, mert az biztos, hogy a törzsgárda az ugyanaz a 20 ember. És itt ezek nem. Szerintem ezzel változtatni kell. Tehát utána kell menni kell megkeresni, és amikor azt mondom, hogy Isten, megint nem tudtam csinálni egy hónapig semmit, mert nem kaptam a falutól semmit, akkor lehet panaszkodni. Köszönöm szépen, hogy csak egy pár szóba szeretnék mondani, hogy van nálunk egy működő polgárőrség, jelenleg nem működik egy pár hónapja, de újra működik a polgárőrség. Ha esetleg érdekli az urat, nagyon szívesen látjuk soraink között, akkor van egy jó működő nyugdíjas klubunk, igaz, hogy még nem nyugdíjas az úr, úgy látom, akkor szerint 5. ér lesz a beföldbajnokság a tanár szervezésében. Együtt semmi, de hát ha más érdeklődik ez a dolog, vannak itt olyanok, akik esetleg eljönjenek polgárőrnek, vagy a nyugdíjas klubba belépjenek, vagy bármilyen rendezvényen. Köszönöm.
sokkal aktívabban kellene részt venniük önöknek is. Köszönöm szépen. Átadom, Judi. Judi, ez valamilyen tapasztalat is. Igen, köszönöm szépen. Gyula nagyon sok mindent elmondott helyettem is. Meg kell valóban védeni a mindér becsületét. Az óvodában és az iskolában lévő szülők nagyon sok esetben saját maguknak és családjaiknak hoznak össze programokat. Ugyanez vonatkozik az iskolára is, amiben az iskola vezetése is partner a szülőkkel. Megmondom őszintén, én is nagyon hiányoltam azt, hogy bárki bármikor megkereshetett volna engem is akár, mint aki ezekkel a területekkel foglalkozó képviselő volt ugye az előző ciklusban, soha senki nem tette meg. Partner, én is azt kérném, hogy a leendő testülettel is a lakosság egy picit jobban partnernek kellene lenni a dolgokban. Nagyon sok esetben próbáltunk kezdeményezni, akár most nevezzük bálnak, vagy zenés rendezvények, de én akár egy szalonnasütést a Dunaparton, jó hangulatban, hogy legalább azok az emberek, akik egy utcában, egy részén laknak a településnek, hiszen azt hiú ábránk lenne, hogy a falu ugye minden lakosa ismeri egymást, de legalább azok az emberek, akik egy környéken laknak, hogyha ha megbeszélik, akárcsak, nem tudom, kiplakátolják a saját utcájukban, jöjjünk össze, menjünk le a Dunapartra, süssünk együtt egy szalonnát, beszélgessünk, próbáljuk megismerni egymást. Alulról valóban pici csoportokban kell elkezdeni a kezdeményezést, és talán ezek nőhetnek ki aztán egyszer egy nagyobb rendezvényi akár. De szerintem nem kell feltétlenül nagy rendezvényekben gondolkozni, hanem szerintem sokkal nagyobb esélye van, és talán a gyakorlat is azt mutatja, hogy a kisebb csoportoknak a sűrűbb összejövetele az, ami jellemző manapság. És talán ezekből lehetne aztán még nagyobb csoportokat építeni. Szerintem ez az én elgondolásom ezzel kapcsolatban. Tényleg azt kérném a lakosoktól, hogy próbáljanak egy picit jobban segíteni abban a munkában, hogy akárha ők nem is tudják ezt véghez vinni, mert dolgoznak, hogy keressék meg a képviselőiket, és mondják el a gondolataikat, akár nekik, vagy akár a civil szervezetek vezetőinek, vagy akár más ismerőségnek is próbáljanak meg együtt gondolkozni, és akkor ezekkel lehet élni, és lehet ebből nagyon jól működő dolgokat létrehozni. Köszönöm. Köszönjük. Ezt tegyük tovább. Itt elmondottuk többször is a civil kezdeményezés. Én 19 évvel létrehoztam egy alapítványt, a Magyar Technikai Múzeum alapítványt. Többször megpróbáltam, hogy valamilyen úton kiállítóhelyet keressek, találjak a faluba, mindig falakba ütöztem. Tehát dobozban ott van több mint 10 000 tárgy, kész egy múzeum, nem lehet kiállítani. A lehetőség itt lenne. Van itt villa, mindent meg lehetne csinálni. Mégsem falakba ütöztem. Ez az egyik. A másik pedig ugye, többször szóba került az, hogy átmennek a falon. De hát egyszerű, meg kell nézni. Jön valaki, felnéz a virágos osztopra, két hóróban, átmegy Tahiban, virágesőben. Bemegy a strandra, hátul kinéz a kőház területére, romokban hevel az egész. Szemét oda van bordva. Hogy csináljuk így programot? Mit csináljuk így? Röviden együtt. Köszönjük szépen. Azt hiszem, hogy meg kell, hogy védjen valamilyen szinten ezt az aggófalut. A lokalitásnak megfelelő kulturális programok. Ha ezt fel akarjuk fokozni, én azt hiszem, hogy koncentrálnunk kell a nyárra. A turizmusnak a fejlesztése alapján van léve. Annak az a kitörési pont, amely a munkahelyteremelések, a vállalkozók támogatásai révén jött létre. Azoknak az ingatlanoknak a felhasználásával, amelyek rendelkezésünk rának. Azok az ingatlanoknak, Lengyüla, az Orvinda és a többi. Itt a társadalmi összefogás erre lenne az, ami valójában egy nagyon nagy kitörési pont lehetne az emberek tudását, akarat elé tenni akarását, hogyha mi meg tudjuk mozdítani, akkor ezek az ingatlanok élővé válnak. Teszem azt egy ilyen híradási technikai múzeumnak a létrehozásra, a kertészetnek az újrateremtése, a faluban a 7 hektáros terület kihasználása, akár egy boppájára, akár egy kalandobajra, hogy amit András az előbb mondott, egy szabadidő létrehozása a fiataloknak. Ez mind olyan gondoló lenne, akkor Magyarország vélet, illetve akár külföldiek számára is a Duna újra hasznosításával, a jó utak megindítása, amely polgármester úr már
kezdeményeztek, és jövőre állítólag meg is fog indulni, akár ide turistákat is lehet szállítani, ő programok rendezvények, de ez lokálisan jobban csak nyára korlátozódik, hiszen maradjunk mi egy falu, nem szeretnék én városba élni, azért jöttem ide, hogy nyugodt körülmények közt éljek, hogy lemenjek nyugodtan a strandra, amelyet, hogyha újjá szervezünk, újjáépítünk és megadjuk a támogatást a strandnak, akkor az élet van Termelföldjének, a kutat újra fúrva, újra készítve a medencéket, persze tudom, hogy ez nagyon sok pénz. De a tehetség a önök fejében, a mi fejünkben talán megvan annyira, hogy ennek mentén ezt a kitörési pontot meg fogjuk találni. Köszönöm szépen ennyi. Szeretnék egy picit visszautalni a római ökörömnek a kérdésére. Én is személyesen nagyon sajnáltam azt, hogy ennek a meglévő terv nem tudok megvalósulni, mert Magyarországon eléggé kevés helyen lehet római ökörömet látni. Tehát ez egy turisztikai pont lehetett volna területén. Az, hogy most már a benzinkút olyan, amilyen, sokkal lehetett esetleg ezt megvalósítani, de bízom benne, hogy hátra valamilyen módon ezért létre kell. Az eddig elhangzottak, illetve az utolsó kérdéshez egy kicsit akkor kibővíteném, amit a három tervben nem sikerült elérnem, hogy mit kellene a közösségi gondolkodáson javítani? Elsősorban azzal világítanék erre rá, hogy az, hogy a falut, a testületi ülésre nyilvánosan meghívjuk, és ott elmondjuk, hogy miben döntöttünk már gyakorlatilag, és mindössze a képviselőknek a szavazata van hátra, ez sajnos nem nagyon viszi előre a falut gondolkodásának, véleményének a beletolkodása. Mindenképpen azt kellene megoldani, hogy már a bizottsági munkának az előkészítésébe, tehát amikor a bizottság elkezd szakvéleményeket készíteni, döntés előkészítési munkákat, már akkor ismerje a lakosságnak a véleményét, és annak mentén készítse el a későbbi munkáját. A következő pedig, hogy miután ilyen nagyon kicsi és alacsony a képviselői létszám és a törvényjelvi írások a bizottságnak a létszámát nagyon lekorlátozzák, ezért, ahogy említettem, a civil szakértőknek a véleményét be kellene kérni. Nagy tisztelettel fel kellene őket kérni arra, hogy ezt meg ezt a feladatot legyenek szívesek, mondják meg róla a véleményüket, a feladatokról a véleményüket, és erre ráépítve a bizottságnak a döntését aztán meghozni. Köszönjük szépen! Köszönjük szépen, Andris! Köszönöm szépen! Ugye, azért gondolkodtam sokat, mert hogy az elmúlt 8 év azért előtte is minden testület nyilván, amit tudok megtenni, közösségi formában, rendezvényeken, falunapokat, túrákat, helydöntésében, az mindent próbáltunk. Ami nekem most előjött, hogy a választások vannak, akkor mindenki lelkesül, és tényleg nem sok ültet fel belül azok részéről, akik nem veszik maguknak a bátorságot, vagy fáradtságot, hogy képviselőként próbálkozzanak, hanem otthonról megmondják, hogy mi lenne jó, és hogy ezeket az embereket a választások után így lecsendesenek is végre, és ezt kell megfogni, ezt a lendületet, és továbbvinni. És azt gondolom, hogyha havi rendszerességgel egy fokot létrehoznak a faluházba, és akkor meghívni egy nevesebb szerint a faluból, mert nagyon sok van, arra több ne jönnek, és már kis beszélgetéssel egy-egy témát átbeszélni. És így hónapra mindig lehetne egy-egy témában összeírni az embereket. Előszakban nem lehet hívni, azért gondoltam, hogy mindenképpen kéne egy-egy 20 év, aki vállalna, hogy lejön egy beszélgetésre, tehát beszélgetni 20-30 perc, és aztán lejönnek, azok közösen gondolkodnának. És nem én azért nem az idegenforgalmat céloztam meg ezzel, hanem a helyben lakó értelmiségét, a civil kurázsit, hogy őket is hívni. Ráadásul nagyon sokan most telepednek, tehát az elmúlt 3-5 évre jöttek be, és nem találják a helyüket, őket így be lehetne vonni, hogy van egy klub, ahol lehetne járni, és akkor lehetne beszélgetni a dolgokról. Tehát ezt gondoltam a falun létrehozásával. Én ezt vállalom, hogy elkezdtem csinálni, ha működik, működik, hanem akkor egy másik megoldásba is gondolkodhatunk. Vagy fog gondolkodni ilyen oldalon. A szabadidőparkot ezt meg már régóta emlegetjük, és tényleg nagyon fontos lenne a fiatalok számára. Onnantól kezdve, hogy már én is éreztem a hiányát, és nyilván az nálam idősebbek is. Mai napig is megvan ez a hiány, hogy a 14 éves kortól egy hirtelen túl sokat nem lehetne csinálni, kosárlabda pályát kéne ide
Göldözt a pálya, egy ilyen kis hangulatos, ahogy más helyek is van, úgyhogy ezt mindenképpen meg kell oldanunk. És ez a falu sosem volt igazából igazi falu, azt tudjuk, hogy hol régen kurak cseréltek, betelepülők, vikendesek, itteniek, újabb régiek, tehát nagyon nehéz a közösséget formálni. Én a helytörténet tartom egy ilyen közös pontnak, tehát a helytörténet, a falu gazdag útjának a megismertetése egy ilyen cél, tehát én ezért is jelenem már többére ezt az internetes fórumot, mert sok ember számára, hogy megismerjük Májfalut, hogy milyen érdekes, milyen szél, belegesednek, úgyhogy ezt is meg lehet valójában dolgozni. Szóval próbálkozom. Köszönjük szépen! Jó, Antal. Én a kérdés föltevőjének szeretnék válaszolni. Igazából azért, mert nem értek egyet az ön elmondulásával, mi szerint csak azt tud tenni a faluért, aki már végig volt a itt él, és már tett valamit. Engem igazából nem fog oda a célt érni, hogyha nem tudok bekerülni a testületbe. Igyekezni fogok azon kívül is hozzátenni a településhez. Főleg arra figyelnek, hogy 1970-ben Abanzsát nagyközségi lányfalu, akkor 1300 fő lakta. Most eltelt 54 év, egy fél ember öltő, és tudomásom szerint 3450 lakos van. Tehát igazából talán meg háromszor azódott a lakosság. Úgy gondolom, hogy azoknak az embereknek, akik nem régen költöztek ide az érdekeit, egy olyan ember tudja igazán képviselni, aki ugyanabban az időben jár, mint ő. És én ilyen embernek érzem magamat, én ezért kezdtem el ezzel foglalkozni, és ezért indultam képviselőjelöltként, hogy képviseljem ezeket az embereket, ezeket a családokat. Remélem hozzá fog tudni valamit majd ehhez tenni. Egész jó témákat beszélgetünk ugye azzal, hogy nincs élet ugye a településben. Ez egy eklatáns példája, ez az összejövetel, ahol én azt gondolom, hogy számos olyan személyű, aki rengeteget tett ezért a nagyközségért, és én szerintem szégyen, hogy 50-en jöttek el ide. Van helyismerény, tehát lehet ülni. Szóval ebben én azt gondolom, hogy van mit tenni, és én azt látom, hogy problémám, hogy ez a kiadvány, ez szerintem nem elég ahhoz, hogy ide tömegeket varázsoljunk. Kettő éve közgazdász hallgatója vagyok egy főiskolának, és tanulok marketinget, PR-t és kommunikációt. Én ebben úgy gondolom, hogy tudnék segíteni, hogy megtaláljuk azokat a csatornákat, amivel ide tudjuk hozni azokat az embereket is, akik talán egy éve költöztek ide, vagy egy éve, vagy azokat is, akik nincsenek jelen pillanatban itt, mert lehet szervezhetünk volna ide más dolgokat is, nem gondolom, hogy sokkal többen lennénk. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Csíkolás Gabriella, adta meg a szó. Én megpróbálnék egy kicsit visszatérni a múltba, Macsó Gézához csatlakozva és egy kicsit építészemmel. Azt kell mondanom, hogy Lányfalu soha nem volt egy szerves település. Nem úgy alakult ki egy gázlónál, egy útkeresztelődésnél, mint egy hajdani település, amely aztán szép lassan várossá, faluvá, várossá nőtte ki magát. Ez a 19. században a pesti intelligencia alapú neve volt, így is alakult ki, így is formálódott, a lakossága is így alakult, és ez nem változott a mai napig is. Nincs is valódi város vagy falu központja, nincs rendes, normális, gyűrűs úthálózat, amit annak idején, tehát ezt figyelembe kell venni, hogy az ide költözött lakosság messzemelőleg nem homogén. Tehát ha azt mondjuk, hogy őslakó, az őslakó is talán csak 100 éve az, ellentétben sok olyan településsel, amely lassan 1000 évet ér meg Magyarországon vagy Európában. Tehát ezen olyan szempontból nehéz változtatni, hogy az itt élő emberek rendkívül széles palettán helyezkednek el, és nem biztos, hogy ugyanazon a hullámhoz szomorodnak. Ez az egyik. Viszont olyan kezdeményezések, mint amit Ildikó mondott az előbb, érdekes módon pont az én utcámban, meg a környező utcában nyáron már megvalósult, mert pontosan, hogy kihirdettük, pontosan, hogy lementünk a Dunapartra, pontosan, hogy ettünk, ittunk, beszélgettünk, szalonnát sütöttünk, és megismerték egymást azok, akik 20-30 éve laknak egymás mellett, és nem találkoztak. Tehát ezt a jó kezdeményezést szerintem azzal a gyönyörű szóval lehetne leírni, csodaszép magyar szóval, hogy szubszidiaritás elve. Tehát alulról kéne fölfelé építeni, és ez pedig csak
nem az önkormányzat, nem a hatóság, nem a hivatal dolga, hanem azoknak az embereknek a dolga, akik szeretik ezt a falut, és szeretik azt a helyet, ahol élnek. A pillanat még egy dolgot mondanék, ami hiányzik Leánfaluról, de az itteni életet nagyon felmesdíteni. Rengetegen nekiveselkedtek, és rengetegen beletörték a bicskáikat. Ez például egy remek szórakozó hely, egy remek étterem, ahova az ember este elment vacsorázni. Most egyik mostanában egyik kedvenc veszőparipámhoz csatlakozom ezzel, hogyha meg tud valósulni ez az ominózus vízilabda akadémia és a Kópé épülete megújítva a strand bal felé, oda terveztetett egy nagyon szép étterem. Ha annak megfelelő üzemeltetője lesz, és ráadásul vendégköre is, nem csak a falu, hanem a sportolók és a nemzetközi versenyek vendégei, akkor végre lenne egy hely, ahol az ember a férjével, feleségével este elmehetne baráti társaságban vacsorázni, beszélgetni. Bogdányban a formó így működik, és Pestről kiállnak oda az emberek, jó a konyha, jó a hely. Tehát ez például nagyon hiányzik Leánfalun, remélem, hogy ez ebben a projekttel meg tud valósulni. Köszönjük szépen! Jaj, bocsánat, még egy szót, engedjen meg, hogy mindennek ellenére, lehet, hogy csak 30-40-50 ember jár el, lehet, hogy Leánfalu, alófalu, amit nem tudunk változtatni, de bocsánat, ez a gyönyörű ház, amit meg tudtunk építeni, az a csapat, az a vezetés, amelyik ezt a házat igazgatja, és mindazok, akik a kultúra szervezésében részt vesznek, erről erejükön felül én is kérem Leánfalut, sőt magamat is sokszor, bár én elég messze lakom, hogy vegyünk részt ezeken a programokon, mert szerintem az ország egyik leggazdagabb kulturális program sorozata, amely ebben a faluházban köszönettel nektek. Köszönjük szépen! Igen? Mindjárt. Megadom a szó. Már egyszer szólt, kértem, csak egy kicsit úgy éreztem most, hogy... Mégis arra lennék kíváncsi, hogy a képviselők, mivel tegnap is a strandról síri csend volt szinte, hogy a képviselők hogy képzelik el a strand működését, arra kitérnének, hogy ki mit gondol, hogy mit kellene, hogy így maradjon, vagy van-e valami elképzelésünk, vagy van-e valami ismeretük arról, hogy milyen állapotban van a strand, és mit szeretnének vele csinálni. Ez az egyik kérdésem, ugyanez az Orvillával kapcsolatban is, ha már itt ülünk, hogy a képviselők gondolkoznak ezen, és azzal van-e valami elképzelésük az Orvillával, hogy ne csak, mert szépen gyarogatik a jelentős beszélgetménk képviselők, de mégis kíváncsi vagyok a falu legfontosabb objektumával, hogy mit szeretnének csinálni, és azokat mondtam. Köszönjük szépen! És még egyet azért ki kell írnom a Tarlófalura, hogy azért lett Tarlófalu, látszólag csak egy útja volt a közművesítés, amikor elkezdődött, és a közművesítés a csatorna és a gázbevezetése hozta azt, hogy szívesen választották otthonul Leánfalut. Itt nem volt másuk, mert akkor, amikor a Géza kiadta az Erdész út legbocsánat, hogy így személyeskedek, hogy az Erdész utca legvégén, a családi házra, vagy a sasülés legvégén, ez meghatározta azt, hogy oda kell vinni közműveket, és ha már közművet viszünk, akkor mindenkit meg kellett amitálni, hogy lépjenek hasonlatba, mert nem lehetett volna különben közményből fölépíteni. Ez egy olyan út volt szerintem, hogy másút nem volt. És az emberek nagyon aktívak voltak, és nem mondanám, hogy mindenki lelkes volt. Meg lehet hozgatni az embereket, ha valaki úgy áll hozzá, hogy érzik, hogy valamit akarunk. Ennyi. Köszönjük szépen! Tipkáljuk a Piennánál valahogy. Igen? Ez úgy szeretne. Jó, röviden. Röviden. Tehát egyik dolog, nagyon jó, hogy rengeteg program van, de ahhoz azoknak el kéne jutni az emberekhez. Kérdés, miért nincsen a művelődési programokról hirdető tábla a CBA-nál? Miért nincs a strandnál? Hallom, hogy a problémások a buszmegálló.
a szélfogóként ott lehetne a falu programja. Egyből teljesen más történet lenne, mert megjelenik a falu újságban, és egy hónap múlva kiemlékszik rá, hogy milyen program, hogy hirdettek meg egy hónappal előtte, és a falunak a honlapja meg megint nem az a fórum, amit az ember rendszeresen nézne. Tehát egyből más lenne, azonnal beállhatatok. A másik dolog pedig az, hogy tisztázni csak azt szeretném a képviselői jelölt úrnak, tehát félreértette engem. Én nem a képességeiben kételkedem, hanem nem vagyok meggyőződve arról, hogy ön alkalmas-e. Aki egy hónappal előtte jelentkezik, hogy én képviselő akarok lenni, de előtte nem tett semmit, én úgy gondolom, aki képviselő akar lenni, az legalább egy-két évvel előtte kezdje felépíteni magát, hogy megismerjék és bizonyítson. Mert vagy a politikai szándék rögte oda, vagy egyéb egyéni ambíció, de ez alapján nem tudunk választani, dönteni. Tehát akkor, hogy valaki vállalkozó, ebben a faluban rengeteg vállalkozó. Köszönjük szépen!